Nézd be, ez itt a sétáló. Igen, gyönyörű. Ez megnézd, ez a múzeum. Most pont itt vagyunk. Ott ülünk. Az ablakunk nem látszik, de pont itt vagyunk. Köszöntöm a kedves nézőket is. A kulissza következő adását látják, amelyben Jászter Beáta kolléganő mutatja be a múzeumon belül a kedves terét, a számára legkedvesebb kiállító teret, és hát tárgyakat is, de kezdjük először a kávéházzal. Miért ezt a tervet választottad? Nézd szét, hogy milyen gyönyörű. Ez egy századfordulós kávéház. Ha van történelmi kor, ahova szívesen beleképzelem magam, akkor az a századforduló, a múlt századfordulója, hogy ilyen enteriőr között, ilyen enteriőrben élhessem le az életemet. És amikor még nem dolgoztam itt a múzeumban, az Európa Rádió munkatársaként jártam ide, és részese lehettem annak az élménynek, hogy láthattam felépülni ezt a kiállítást, az új hely és a nagy háborút, illetve ezt a kávéházat, és már akkor nagyon megkedveltem. Aztán kezdődtek a kávéházi délutánok, a kávéházi borestek, akkor meg aztán végképp úgy gondoltam, hogy akár be is tudnék ide költözni. Tehát ha bejövök a múzeumba, én ide mindig bekukkantok, akkor is, ha nincs itt semmi dolgom. És hát, amint említettük a nézőknek, nem csak a kávéház, hanem ez a rengeteg gyönyörű képeslap is szintén a szívedhez nőtt. Itt nem is tudom megszámolni, talán 200 felé járunk már, akár nem, több sok, is. Sok-sok, több mint ki száz. De több ezer gyűjtemény van. Mit tudhatunk ezekről a képeslapokról? Úgy látom, hogy itt aztán tényleg rengeteg kép van régi Sátoraljaújhelyről, de hát ezek a képeslapok aztán meg is elevenennek, ha mesélni tudnának, és mesélnek is. Igen. Ezeket Sátoraljaújhelyben adták fel, ezeket a képeslapokat a 900-as évek elején, 1910-ben, 20-ban, de egészen 40-es, 50-es évekig van gyűjtemény, és szerintem azon túl is. De engem legjobban azok a képeslapok érdekelnek, amelyeket 100 évvel ezelőtt adtak föl. És amikor beköszöntött a pandémia, akkor arra gondoltam, hogy ha már be vagyunk zárva, akkor mégiscsak valahogy a múzeum jusson el az emberekhez, és akkor jutott eszembe, hogy hát ezek a képeslapok mesélnek, és kitaláltuk a Mesélő újhelyi képeslapok sorozatot, vagyis Sátoraljaújhelyi Anzix című sorozatot, amelyen megszólalnak ezek a lapok. Hiszen ezeket valójában élő emberek adták föl. Ez nem egy irodalmi mű, nem egy vers, nem egy novella, nem egy prózarészlet, hanem akik itt átutaztak, idejöttek, itt élményt szereztek, és azt meg szerették volna osztani azokkal, akiket szerettek. Például nagyon jelentős gyűjtemény van a frontra vonuló, az első világháborús frontra itt átvonuló katonák képeslapjaiból. És olyan hangulatok, olyan gondolatok elevenednek meg, amikor például Pista azt írja a feleségének, hogy szeretett kedves feleségem, ne bánkódjál, majd csak visszasegít engem a Jóisten, és boldogok leszünk megint. És ki tudja, hogy a háború poklában mi lett vele, hogy hol érte a végzete, de én remélem, hogy hazajutott a feleségéhez. De például itt vannak aranyifjak, például Laci ír Rák Lászlónénak Debrecenbe, innen Újhelyből, hogy itt nincs semmi újság, kezüket csókolja, Laci. Ezért képes volt venni egy képeslapot. Nézzék meg a Kazinczy Ferenc Múzeum Facebook oldalán ezeket a hangos képeslapokat, mert érdemes. Viszontlátásra!